Gyuri, mennyire voltál elégedett a csapat teljesítményével az utolsó három edzőmeccsen? Hát nagyon-nagyon sok problémával néztünk szembe, nem véletlen választottam a Mezőkövesdet és az Újpestet erre a hétre. Mondhatnám azt is, hogy Vágóhídra küldtem a csapatot, mert azt a futballt, amit játszani szeretnénk, arra még egy NB1-es csapat ellen nem vagyunk felkészülve, de aztán a saját bőrünkön, illetve a játékosok a saját bőrükön érzik azt, hogy mi az, ami nem jó, mi az, ami nem működik, mit kell másképp csinálni, és nekem is egy jó támpont, hogy tudjam, mit nem szabad csinálni. Nagyon értékes volt szerintem ez a hét, ilyen szempontból, így letisztulnak bizonyos dolgok. Még azért vannak kérdőjelek bennem bizonyos posztokat illetően, illetve bizonyos játékosokkal kapcsolatban. Főleg a fiatalokat szeretném még jobban megismerni, de hát ez menet közben azért menni fog. Hogy érzed a védelmen, hogyan lehet egy kicsit javítani, egy kicsit stabilabbá tenni? Nem a védelemmel van elsősorban a gondunk, hanem a védekezéssel. Abba pedig benne van a két csatár, három csatár, attól függ mennyivel játszunk. Középpálya, ott az egész csapat benne van. Nagyon nagy elcsúszások vannak, nagy területek nyílnak az ellenfél előtt, azért mert a csapat egyik része labda felé védekezik, a másik behátrál területre, innentől kezdve megnyílnak a területek, és meg tudnak minket kontrázni. Szóval ezeket kell helyre rakni. A csapat védekezésével van gond, én úgy látom, és nem a védők vagy a belső védők képességeivel. Nagyon sok játékos szokatlan pozíciókban kipróbálta, volt esetleg olyan játékos, aki meglepett a teljesítményével pozitív irányban? A védő szempontból egyelőre nem nagyon találom a jobb hátvéd pozíciót. Itt vannak még kérdőjelek bennem, de több játékos, több fiatalt is odaraktunk. Annyit már tudunk, hogy ki nem, de meg fogjuk találni a megoldást. Jövő hétre mik lesznek a célok? Jövő héten már egy kicsit azért haladunk abban az irányban, hogy nyilván ott is két edzőmérkőzés lesz, és ott már hát nyilván nem 45 percet játszunk. Megpróbáljuk úgy megoldani, mert szerda csütörtökön jött össze a két edzőmeccs, hogy ilyen 60-30-at játszunk mindkét nap, és akkor úgy próbáljuk a terhelést szabályozni. Nagyjából úgy körvonalazódik azért a fejünkbe, hogy mit lehet majd játszani. Szerintem jó lesz ez. Én nem aggódom, úgyhogy nektek se kell.